a szabadság. Ha nő a fű. Ha keleten kell fel a nap. Ha élted a belélegzett levegőt. A szabadság szükséges és természetes állapot. Mégis törékeny. Mégis veszendő. Mint maga az élet. 1956. 11 éve ért véget a második világháború, mely az országot romba döntötte. Lakossága egy tizedét megölte, otthontalanná tette, világgá kergette. Általánossá vált a vélemény, hogy évtizedekbe telik, amíg Magyarország kiheveri ezt a katasztrófát. De a kivégzett és elcsigázott ország megrázta magát, és a tiéd az ország magadnak épített jelszavával újjászületett. Te magad elmondott, valami félre ment. 1956-ban, 7 évvel a lendületes újrakezdés után, az emberek 9/10 újra nyomorog. Silány koszt, sivár kirakatok, üzletek, szomorú, leszeget, tekintetek, sorban állás. Már nem kellettek el a talán, és egy ország fulladozott. Így kezdődik a mi történetünk. Kis Jenő vagyok, 19 éves. Az iras éveim után itt, Fehérváron, a vadásztölténgyárban álltam munkába. Ahogy ők is. A Fodor Imre, meg a Gumpőr Józsi, meg a Csendes Imi, meg a Batics Jani is. Az első fél évben csak a gyárodban csepertük, nagy sertrükkel. Minden áldott nap, hogy átjárom őket a bűneikről. Így mondták az öregebb szakik, nagy röhögve. Mert hogy se lejtett ráérünk gyártani később is. Ha majd gépre kerülünk, lesz időre. Egy egész élet. Itt a Földön, legalábbis annak azon szerencsés felén, ami felett átrepült a kommunizmus kísértete. Színes plakáton meg is tett örökítve az a repülés. Potpinka művezető irodájában láttam, vörös keretben. Egy lepedőbe burkolt csontváz repül át Európa felett, kezében kasza. Szeme veszettül világít. Én mondjuk arra gondoltam, hogy megette a fene azt a világot, ami felett kísért egy ilyen kaszás rettenet, és már azon voltam, hogy ezt ki is mondom hangosan, de a Csendesi leintett. Normális vagy! A Csendesi képtelen volt rendesen kiejteni azt a szót, hogy normális. De a Grundon ő volt az atyaisten. Nem volt ember, akinek repészte volna be a kokét vizsgázat. Biztosra vettük, hogy Rönnlábú Cibor Zoli, vagy a Puskás öcsi mellé kerül majd az aranyzatban. A potpikkával ne kezdjé! Mazer rökkent! Elrökkent, vagyis kinyúvaszt. A Csendesinek elég fura volt a szókincse. A potpinka, az nem ember, az egyik. Gény! A potpinka korábban sztahanovista köműves volt. Sztálin városban állítólag egyszer 1200%-ot csinált, amitől elment neki a jobb keze teljesen. Na, akkor kapott egy kék kötényt, és kinevezték ide a vadásztölténygyárba. Híradás technikai. Részleg vezető! De! Beteg a söprű, főnök urak! A potpinka valamiért főnök urazott minket. Gyűlöltük érte. Nem, de hogy is beteg potpinka elvtárs? Csak mert dajkálgatják, frakcióznak! A potpinka megvan 60 éves, mégis visszaült az iskolapadba, és minden nap hozott egy ismeretlen szót a marxista-leninista esti iskolából. Frakcióznak. Micsoda szó? Tudni se akarom, hogy mit jelent. Ami? Szép új országunk, meg majd csak felépül valahogy, ugye? Magától! Nem, de hogy is potpinka. Szóval nem épül fel? Felépül a sanyibá. A Batisnak a potpinka valami távoli rokona volt. Az, hogy a Batis most megszólalt, annak volt a jele, hogy kezdenek nem jól alakulni a dolgok. Mert majd mi felépít? Ha maga segít. Mert az olyan emberek, mint maga sanyibá. Kis! Mit tudtok ti?
bárminél is. Jancsi szöge, ti már beleszülettetek a jóba, amit mi a tulajdon két kezünkkel kapartunk ki. A Potpinkait egy pillanatra elhallgatott, és a saját kacska jobb kezére merett, amivel azt a sok jót kikaparta nekünk. De ti, tudatlan, hálátlan taknyosok, ti már meg sem tudtok fogni tisztességesen egy magyaros vödröt. Ha ide jön az első tikkár elvtárs, hogy a körmötökre nézzen, mit mondok én neki, hogy ne szomorodjon el és ne essen kétségbe az ifjúság ilyen nyilvánvaló hanyattása láttán? Nincs duma! Ez egy olyan kérdés volt, amire a költő nem vár feleletet. A didaktikai nevelés a kommunista erkölcs kifejlesztése végett. Megértve! A Potpinkának ezzel a költői ízléssel sikerült jól összezavarni a minket. Mi van, kukabandik? Nincs válasz? Irány a műhelycsarnok vagy a bakancsom orrával adom meg a kezdősedességet! Trehány naplopó, bacsics! Te itt maradsz. Gumpő József. Hát te? Öntő munkás. Eltelhet egy egész élet, anélkül, hogy a szabadság szót akár egyszer is kiejteném. És van, hogy nem telik el nap, hogy nem mondanánk ki, annyira hiányzik. Ez az érzés ott tornyos előttünk, mint valami hegység, és bennünk egyre erősödik, hogy fel kell rá mennünk. Anyád hogy van? Megvan Sanyivá. És apád? Köhög. Vérese? Azt is. Minek erről most? Szanatórium. Azt kellene neki. Budán, meg jó orvosok. Drága külföldi gyógyszerek. Jár hozzá a körzet is. Akkor ennyi. Bár volna mód. Miféle mód? Miféle mód? Háderkeret. Kiemelés. Meg minden, ami ezzel jár. Az olyan embereknek, akik a közhasznot szívügyüknek tekintik. Apám már fel sem tudja elni. Hát itt az ideje, hogy segíts rajta, fiam. Hogy? Hogy? Ezek a fiúk, a Gumpl, a Fodor, a kis. Tudom, a barátai, persze mindegyik ártatlan. Fiatal könyvek, amelybe valakik beleírnak. Ezekbe kellene neked belelapozni. Érted? Nem érted. Találkozgattok. Beszélgettek mindenféléről. Ezt kellene velem megosztani. Hogy én is tudjam, hogy mivel foglalkoznak a mai fiatalok. Hogy mi felnőttek is képen legyünk. Először csak havonta egyszer kellene egy fogalmazványt írnod, hogy ez és ez itt és itt volt jelen, X erről beszélt, Y arról beszélt. Semmiség. Találhatnák neked valami jó álnevet. A kalapács. Az jó lesz. Az olyan ütős. Ennyi az egész. És apádnak meg lesz a kiemelt szanatórium, a káderkeret, apádnak pedig anyádnak a löcshús. Extra kenyéradaggal. Mert az jár nekik, nem? A mi fiatal demokráciánk a tenyerünkön hordoz mindenkit, aki őt szereti. Egy kis rokoni szívesség. Kalapács! Megköszönnöd sem kell! Fodor Imre! Akatos! 18 évesek voltunk, és mind egy valakiben voltunk szerelmesek. Na, az volt a Schuster-Lili. A Schuster-Lili az Olaj utcában lakott. Olyan szélben röpködő loknis, szőke haja volt. És folyton zongorázott fura, szomorú dalokat. A Lili állítólag már látta a tengert is. Nyugóban. Szerelmesek voltunk vele valamennyien. Mégis a szívünk facsarodott, ahogy ott álltunk a házuk előtt. Legszívesebben befüttyentettünk volna neki, hogy jöjjön ki hozzánk a grúdra, bevesszük a csapatba is. Még egy jobb állapotú dormót is szereztünk volna neki.
hallottak, csendesít. Még azt is kilátásba helyezte, hogy balra megy, jobbra el, vissza meg én bőr a láb közt, hopp! Hopp! Vagyis, hogy megtanítja őt a bicikli cserni. Szivarokat szívtunk a műhely mögött, hogy eltört volna az Erzsi néni lába, ha ráesünk. Kisfiúk, le a váll, fel a fej! Úgy látszik, csak akkor lehet itt valaki felnőtt, ha szomorú és sovány, mint a gebe. Meg köhög! Kisfiúk, óvatosan ráhelyezik fenyerüket partnerük csípőjére. Gumpol, fiam! Kalapáccsal töröm el a kezedet, ha a vígkatát taperolod. Nem taperolok, Erzsi néni, hanem kapaszkodok. A Gumpó Józsinak bejött a vígkata. A kisnek meg a marosi virág. A Bergernek meg... Engem a marosi értve. A Berger Mari utál táncolni. Focizni szeretett volna. De a fociklub lányoknak nem létezik. A tangó! Rendben? A tangóval önismeretet teszünk szert, és önfegyelmet gyakorolunk. Lehet, hogy hegyes halomtól nyugatra egymáshoz tapadnak a párok. De mi itt, a szocialista erkölcs szilárd talaján állva, a partnerünk felé tiszteletet tanúsítunk. Berger úgy épkedsz, mint egy cséplőgép. Fodor fiam, húzd ki magad! Gumpol a kezed! A minden oldalról harmonikusan művelt ember eszméjét szem előtt tartva, számoljuk fejben a lépéseket. Vámosi, hol a partnered? A batics. Készen. És kerüljük az alantas dördölődzést az állati asszabban. Elegem van már ebből. Marosi! És ne felejtjék, egy felcsavart szőnyeg mindig férjen a két táncoló test közé. Kalapács! Hívjon én Sanyibá! Már két hónap is eltelt! Ne haragudjon Sanyibá, már így is elkéstem a táncúráról! És te egy nyomorult sajtcetlit sem küldtél nekem! Átgondoltam a dolgot, Sanyibá! Görcs állt a kezedbe, vagy mi? Nem szeretném én ezt a kalapács dolgot. Hadd legyek én inkább a batit, Sanyi! Szóval így állunk! Így, Sanyibá, és kérem, ne haragudjék rám! Jól meggondoltad ezt! Jól meggondoltad, hogy békeszerető komoly emberek a segítő kezüket nyújtják, te meg belé harapsz! Nem harapok én. Hová szaladsz te, Batics János, kérdezem én, és kérdezi általam sok százezer, sőt, millió hazája sorsáért aggódó magyar munkás és paraszt az osztályharcban! Hová szaladsz te, Batics János, hogy sorsára hagyod anyádat és apádat? Tudod, ebben a hazában valaki vagy ülő, vagy kalapács! Jó, semmi baj, tényleg,
Menj a táncórádra, Batics János! Élesd jól magad! Halló? Itt Vasas! Sajnos most egy rokonomról van szó. Igen, távoli! Lássad unokaöcs, anyai ágon, Batics, Batics János! Sokáig nem értettük, mert fel sem tételeztük, hogy a szomorú tekintetek, az elharapott mondatok mögött, a zsigerekig ható félelem. Mura utca! Fekete egy szárazrét! Hassan, 14! Igen, a dolgozó népet szolgálom! Hogy lehet azt felfogni 18 évesen, hogy alig több mint 10 évvel a második világháború után? A baink és a nyájunk már újra féltek. És nem rettegtek, hanem egymástól. Ez a félelem működtette Rákosi párt által létrehozott államvédelmi hatóság ördögi besúgó rendszerét. A retteget AVH-t, amely csak nem 1 millió emberről vezetett dossziét. Ha akarta, embereket radírozott ki nyom nélkül az élők közül. Nem tudtuk, hogy amíg mi a tánciskolában arra vártunk, hogy a kiszemelt fiú jól átkaroljon. A mi szüleim, bátyáim egy sokkal sötétebb táncot jártak, a besugó tangót. A halált. Kedvesem. Visz maga a kárhozatban, Erzsik? Nem, és remélem Sándor, hogy maga sem hisz. Amiben én hiszek, az a maga két erős keze. Olyan korban élünk, amikor az ember fehér lánggal izzik, és ebben az izzásban kiég belőle minden kosz, minden sanak. Ami marad, az a színtiszta, örök acél. Én ilyen oszloknak látom magát, Sándor. És elönt a forróság. Az acélt megegyzik! Igen, az acélnak ez a sorsa. Nincs kifogás, nincs kibúvó. Ez az erősök feladata. Menni kell előre és törni az utat a mögöttük haladóknak. Hogy nekik könnyebb. Vigyasszon maga reakciós nézeteket van. Egy új országot építünk, amelyet át és átjár a harmónia. És összejátszik a népatalom ellenségeivel. És ha szeretett országunk többet kér tőlünk, hát az igen! Ez főben járó bűncselekmény. Nem illathatunk meg! Vágott! Megértette az ön ellen felhozott vágakat? Nem! Mit akarunk? Mi? Még pedig! Most! Ami eddig volt, az most véget ér! Követeljük az összes szovjet csapatok azonnali kivonását! Hívják össze a pártkongresszust, és választanak új központi vezetőséget! A kormány alakuljon át Nagy Imre vezetésével! A sztálinista Rákosi korszak minden bűnös vezetőjét azonnal váltsák le! Váltsák le! Váltsák le! Váltsák le! Váltsák le! Nyilvános tárgyalást követelünk Farkas Mihály és társai bűnügyében. Rákosi Mátyást hozzák haza, és állítsák a népi ítélőszéke elé. Általános, egyenlő és titkos választásokat követelünk több párt részvételét. Figyeljetek rám, kaptál mondjuk a jó. Az elnyomottak seregétől kaptuk a szót. A feketőből hazug szóval nem lesz fehér. Ami eddig volt, az most véget ér. Véget ér! Véget ér! Véget ér! Véget ér! Véget ér! Véget ér! Véget ér!
ötleteim az egész magyar gazdasági élet átszervezését szakembereink bevonásával. Követeljük az iparban alkalmazott normák teljes revízióját. Követeljük a beszolgáltatási rendszer új alapokra fektetését. Követeljük az összes politikai és gazdasági pereknek független bíróságon való felülvizsgálatát. Az ártatlanul elítélteket bocsássák szabadon! 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 Jenny, szerinted ez forradal? Azért. És majd vigyázol rá? Vigyázol. Figyeljetek rá, mert nem mondjuk a jó. Az enyémet a seregétől kaptuk a szót. Itt az idő, hogy érjük is ezzel. A kimondott szó, tudjátok már, majdnem fegyver. Teljes vélemény, szólás és sajtószabadság. Szabad rádiót! A szárnyit szoplott, bontsák le! És helyén van a 1849-es szabadsággal szőségnek. Miért tovább még hűvet emeljenek? Kívánjuk a régi magyar kostuci már visszaállítását! Töreljük, hogy március 15-e és október 6-a nemzeti ünne, és utána meg a fejre! Figyeljetek jól, mert nem mondjuk kétszer, az életünk érték nem jár vissza. A műszaknak vége, nektek nincs más hátra, ráülhetek, mint a nagy szívnaplátra. Tudják, mi a szabadság? Hát ez, itt. Még a Csendesi is fel Bocsi! Volt fonolva teljesen, hogy ő utazik már is Pestre. Meg megtanult a kulcsát, és muszáj, hogy azt... Bocsi! Muszáj, jobbra, balra, hinta, palinta. Utána ez, meg utána az. Hú! Ez a fura beszédő fiú. A világ valahaért legjobb ballábas támadója lehetett volna. Csendesi! Nem járnak a vonatok! Forradalom van! Oké, és oké. Még gyalog. Ja. Október 23. A nap végre keleten kelt, és ezen a csapással helyükre is kerültek a dolgok. Az egész napunk lázas jövésmenésben telt. Szóba se került, hogy a műhelyudvart seperjük. Az eget felők takarták, de mi mégis az aranyló napot éreztük. Az emberek kitódoltak az utcákra. Én elmentem az Olaj utcába, hogy elmondjam a Schuster Lilinek, hogy mennyire szeretem. A Lili szobájának ablaka most is nyitva volt, ám ezúttal szenvedélyes, vadfutamok áradtak kifelé. Rengeteg, rengeteg sok hang. Nem mertem őt megzavarni ennyi hang között, hogy elmondjam. Lili, kedves, az élet újra szép, de te még nála is szebb vagy. És ekkor a zene hirtelen abba maradt. És Schuster Lili, akinek az apja bőgős volt a magyar királyban, nagyapja pedig várzongorista, aki egy évet töltött Amerikában, szóval a Schuster Lili, akiben titkon szerelmesek voltunk mindannyian, egy szóval ő, megjelent az ablakban. Rám nézett, szőkék, fürtösen, csodálatosan. És csókolt dobott fején nekem, mint ha azt mondta volna, hogy eljött a nagy nap! Á, Imcsike! Álmodtad te azt, Imcsike! A Schuster Lili egy csúcsász! És egy csúcsász nem dobál csókokat. Még horgoltuk volna ezt a témát, mert a Schuster Liliről mindig jó volt ábrándozni. De most inkább a rádió lógtunk az egyik raktárban. A vadásztöltény gyerekkor már mindenfélét gyártott, a patkótól az egyhengeres dongó motorig, nem csak golyókat a ruszki puskákba. De a gyár két éve már ráállt a híradás technikára is. Vagyis, rádiókat is készített. Mi a magyar fiatalság, fesz, boldogat, egészségesebb életét kívánjuk megszerezni. Ekkor hallottuk, hogy október 23-án a Magyar Rádió előtt a karhatalmisták rájöttek a felkelőkre. És hogy halottak is vannak. Sok halott. Köztük egy csomó fiatal. Na ekkor bukkant fel a Patkány király Potpinka.
Főnök urak? Igen? A főnök urak estek egy olyan tréfás, amikor a költő... Na, elmentek ti, takarodtok a dolgotokra, sommások vagy a bakancsom orrával! Mi van itt? Kaszinó? Felváskodunk? Uracsot játszunk? Vegyünk beszállt a házi pánika? A tegnapi? Akire reumát ennek a nyomorult világnak, hát majd én levarom maguk előtt itt a vigyázt. De azt ugyan maguk várhatják! Nyomás söprögetni! Ha a miniszter elnök őr úr... Mi? Leszek úr, tudom én! Nem kell engem javítani, kérem! Ha majd a mini... Ha majd a miniszter... Mi van itt, kérem? Én 1200%-ot raktam. A forró tégláktól elégett a jobb kezem, kérem. Nekem erről papírom van. Engem ki is tüntettek, hogy Potpinka Sándor maga a mérce, a mi mércénk, hogy ezzel a tulajdon két kezemmel. Mi van itt? Maguknak fogalmuk sincs, hogy mit csinálnak. Maguk a néphatalom sírásói, a jövő kannibáljai, maguk csak pofáznak itt ahelyett, hogy söprögetnének, mert tiszta útban rendes ház, hát hogy nem lehet ezt megérteni? Már véráztatja az Pesti utcákat fő, és ha kell, vér fogja áztatni az összes utcát. Ostoba gyerek, kis, te akarsz itt nekem vezért játszani? Tanulj rá a föld, tanulj rá az ég. Halló? Halló! Bejelentést kívánok tenni! Vasas, ügynök szám 317240, főben járó bűn, árulás! Mit kérem? Hogy tartsam? Mit tartsak, kérem? Hogy később? Mikor később, Krisztián? Nincs később, most van! Halló! Hátra arc, ismeret. Engem akartok, ti kis kannibálok, de én nem török meg. Véráztatja a pesti utcákat fő, és ha kell, vér fogja áztatni az összes utcán! Hát ez már a király! Nagy Imrét kinevezték miniszterelnöknek, de Zsukov marsall Szovjetunióba küldött jelentésében az állt, hogy haladéktalanul helyreállítják az alkotmányos rendet, és hogy megtisztítják az utcákat a lövöldöző tüntetőktől. 24-én hajnalban a rádióban beolvasták a minisztertanács közleményét, amely szerint fasiszta, reakciós elemek fegyveres támadást intéztek középületek ellen. Ezért rendeletben tiltott meg minden felvonulást és gyülekezést. Mi? Micsoda? Nem lehet. A közleményt a vidéki városokban a helyőrség parancsnokok is megerősítették. És? Székesfehérben dolgozó népben munkások, parasztok, értelmiségiek. A minisztertanács rendelete szerint mindazok, akik 22 óráig beszüntetik az ellenállást, és a katonai szerveknek a fegyvereket állítják. A rendelet kiadásával egy időben a fegyveres alakulatok azt a parancsot kapták, hogy mindazokkal szemben, akik 22 óra után fegyveres támadást intéznek, fegyveres ellenállást fejtenek ki, rombolnak
és fosztogatnak, a fegyveres erők teljes szigorral járjanak el. Ezért Székesfehérvár helyőrség fegyveres erőinek parancsnoka a következőket rendelem el. Legyen ez, fiúk! Krumpl, Sodor, Csendesi, Batics, Batics legalább te. Ne harapjanak abba a kézbe, ami az ételt adja maguknak. Vannak problémák. Beszéljük meg. Oldjuk meg! Oldjuk meg! Megtiltok mindenfajta gyülekezést és felvonulást. A továbbiakig minden nap 20 órától másnap reggel 6 óráig kimenési tilalmat rendelek el. Megtiltok minden utazást, akár vasúton, akár bármilyen más közlekedési eszközzel. A tilalom alóli felmentést kizárólag a belügyminisztérium megyei főosztálya adhat. Számítok Székesfehérvár dolgozó népének öntudatos hazafiságára, fegyelmezettségére, melyen a rend és fegyelem helyreállításában a karhatalmi szerveket támogatni fogja. Mikes József vezérőrnagy, Székesfehérvár helyőrség parancsnoka. Mi ez itt, Sándor? Ez itt, Nöze, maga az írtózat! 24-én egy fiatal fiú lépett a városháza erkélyén. Kedves fehérvári polgártársam! Keszei Istvánnak hívták, eddig egy szavát nem hallottuk. De most egy lyukas zászlót, a forradalom zászlaját lengedve hozzánk szólt. Én Keszei István, a Fejér megyei könyvtár volt könyvtárosa, másodéves bölcsészhallgató, szólok hozzátok. A gazdag, történelmi tradíciói város polgáraihoz, akik ugyan az ember szellemi jogainál fogva különböző világnézetet vallotok, de ez a felejthetetlen délelőtt összehoz veletek, hogy a magyar függetlenség nevében tüntessetek! Anyám varrásból tartott el minket, engem és két öcsémet. Volt, hogy csak tehéntrágyából tudta télen megrakni az egyetlen stvarhertünket. Mégis azt mondta, lányom, lesz majd jobb. De anya, mikor? Tudni fogod. Hát tudom. Mostantól lesz majd jobb! A véres eseményeknek én is szemtanúja voltam. Tudom, hogy Pest barikádjain százak és százak véreztek el, akik életüket adták a magyar szabadságot. Mi tüntessünk, de békében legyünk úrra az itthoni helyzeten. Mert most már a mi akaratunk érvényesül. 12 évi szovjet elnyomás felejthetetlen emlékétől kell megszabadulni, hogy végre Petőfivel elmondhassuk. Kicsi az én hazám, de nem börtön. Drága magyar vér, ne folyjon többé. Kis nemzet vagyunk, melynek minden csepp vér nagyon drága. Székesfehérvár József Attila gimnázium 4. osztályos tanulója. Mint tudjátok, 23-án Pesten kitört a forradalom, s lángja az országban futó tűzként terjed. Mi középiskolás diákok gyűlést tartottunk a Hunyadi Mátyás közgazdasági technikumban, és megalakítottuk a Székesfehérvári Diákszövetséget. Mától ott leszünk mindenhol, segítünk mindenkinek! Éljen a forradalom! És ekkor váratlan dolog történt. A súlyosan beszédhívás Csendesi felugrott az emelvére, és karjait magasba löpve csendet kért. Üdvözlök! Én is mindenkit. Azért állok itt, hogy elmondjam,
A vadásztörténygyár szerszámkészítő részlegének munkásai ma sztrájkba léptek! A csendesik. Ki áll ennyi ember elé és beszél? Én ekkor értettem meg igazán, hogy csoda zajlik. Kívül, belül, mindenhol. És ezt a csodát mi teremtjük. Ezért úgy határoztunk, hogy nem dolgozunk addig, amíg Budapesten magyar vér folyik, és amíg az orosz csapatok ki nem vonulnak az országból. És mi is azt mondjuk, hogy én a forradalom! Egymás lelve, felnövünk, és ti nem veszitek észre. Egyre csak a gyereket akarjátok látni bennünk. De megjöttünk, itt vagyunk, akarunk valamit, mindent akarunk. És ahogy a harangoknak, messze szól a hangunk. Vadásztölténgyár fiataljai és más fiatalok. A Szabadság térre, majd a József Attila gimnázium diák otthon elé vonulunk, hogy a kihirdetett statárium és a 20 órától életbe lépő kiárási tilalom ellen tiltakozzunk. Mert már nagy elegünk volt a sok jóból, ami egyáltalán nem volt jó. A csendesi holnap készült Pestre menni. Az úgynevezett Szabó Palota előtti csoportosulás időpontja alatt a kijárási tilalom még nem volt érvényben. Az AVH székházból három hosszú sorozatot adtak le ránk. Nagy felbukott.
és a vadász tölténygyárban dolgozott, és hogy belehalt a tüdőlőbe. Szovjet lakók védelmére a borsalma utcában már jóval korábban kirendeltek egy szerkelyt. Egy szovjet pártyakocsit, most a fegyveres csövét torkolat tűzcsapot. Szemben az álló, háttal a szovjet, és mindkettő bennünk kettő. Szavarodásban erősen szorítottam a Bumbli Józsi kezét, majd a lövésorozat után éreztem, hogy szorítás alany. Szerelmes voltam a Bumbli Józsiban. Egy öltörmunkás, aki 2000 fokra hevített ércből új világot volt. Kell több? Nekem nem. Hamarosan meg fogja kérni a kezemet. A Józsi! A Józsi! Meglélegszik! Akár egy életen át is képes volni hozzásunk. Mellettünk a csendesi járt, és akkor a csendesi hirtelen elterült. Mellek közepén vörös szírmú virágunk. Majd a Jenős a lábához kapott, és ő is elterült a földön. A Gumpő Józsi akkor már a földön fekve vérzett. Mi történt? És egyre csak hultak sorban a többiek, a Fodor, a Batics, ki a nyakán, ki a tüdején sérült. A Gumpő Józsi itt helyben vérzett el. És vele együtt többen is. Töltek? Nem, de felé lett a harag. Mert azzal a nappal a haragunk napja érkezett el. És mi visszalőttünk szerte az országban mindenhol. Nem féltünk, mert azt már megtanultuk, hogy a félelem megeszi a lelket. Olyan folytogatt a szüleink és nagyszüleink lelkét is. Hát tették, amit soha nem tanultak. Tampokat rohamoztak, barikádokat emeltek, sebeket kötöztek, vadlások mélyén oltalmazóan egymáshoz simultak. Azon az őszön csodára volt szükség. Hát csodát tettünk.